Tisztelettel köszöntök mindenkit. Rektorként én az elejétől egészen mostanáig végigkísértem az úgynevezett UNKP programunkat. Kutatások és kiválóságok a Műegyetemen címmel fogjuk ezt megtartani. Majdnem 200-an vannak most benn ösztöndíjasként. A Műegyetem nagy intézmény, tekintélyes intézmény, de ez akkor is egy nagyon szép szám. Nagyon szép sorrendje és kategorizálása van a különféle ösztöndíjformáknak. Középiskolásoktól kezdve egészen a doktori tanulmányait és azon túl jutott kollégákat is tartalmazza. A legutóbbit, ezt a legmagasabb szintűt, azt a Bolyai Plusz pályázatnak hívjuk. Az eredményességünk évről évre tartotta magát, illetve növekedett. A Műegyetem teljesítménye, amit mi nagyon magasra tartunk, az is néha hullámzó, miközben az a legszebb, hogyha mindig ugyanazt a magas színvonalat tudjuk biztosítani, amit ezt a szóvirágot Tandori Dezsőtől vettem. Sok évtizeddel ezelőtt olvastam tőle, kiváló költőm, Tandori Dezső, egy aforizmát, ami röviden, de velősen azt mondta. Valami mást. Mindig ugyanazt. Ezt kérem, hogy mindenki emészze, nekem is hosszabb időt vett igénybe, amíg ennek a lényegi jelentését megértettem. Köszönöm, hogy így együtt vagyunk ebben a programban. Köszönöm, hogy rektorként magaménak érezhettem ebben a műegyetemi eredményeket. Köszönöm a stábnak, Csákány Anikónak, Lewandowski Jánosnak, Nagy Szilviának, nem sorolom tovább, mindenki tudja. Köszönöm a kari felelősöknek, hogy tették a dolgukat, és az egyes kategóriák koordinátorainak is, hogy tették és tenni fogják a dolgukat. Ez így nagyszerű. Ezen a szinten, ilyen kvalitással tudom ezt a programot ráhagyományozni a stábbal együtt a következő rektorra, Cigány Tiborra. Ez mindig jó érzést ad, ha az ember színvonalas dolgokat tud másra hagyni. Neki nagyon jó munkát kívánok ennek a folytatásában, és kívánom neki és a teljes közösségünknek, hogy a következő soros konferenciát azt már jelenlétiben tudjuk megtartani. Ez úgymond okozzon nekünk örömet, de gondoljunk vissza mindig tisztelettel erre a legalább kettő távollétire, online-ra, ahol a nehezített, de nem lehetetlen körülmények között is mindenki a tudását meg tudta mutatni, és mindez szinte teljes értékűen tudtuk tovább csinálni. Ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget, minden körülmények között megálljuk a helyünket, ez egyúttal adjon mindenkinek magabiztosságot. Köszönöm szépen!